Sziasztok! A Filmmakers Handbook könyvösszefoglalónk 12. részében folytatjuk a fényel kapcsolatos ismeretek átnézését. Ezúttal a fényforrás típusokat, a világítás kiegészítőket és az alapvető fényelés beállításokat fogjuk megnézni. Ne abozzunk, csapjunk is bele! Ugye eredetileg a filmeket ténylegesen nappali fényel világították meg. Ugye megjegyzendő, hogy az első 35 mm-es mozgókép, fekete-fehér negatív filmtekercs, az többnyire kékérzékeny volt. Ugye ezután nagyszeres ívlámpákat kezdtek alkalmazni. Ugye angolul ez a Carbon Arc. Na most ezek szintén az 5600 Kelvinre, vagyis a napfényre voltak úgymond kiegyensúlyozva. Ezt követően új filmtekercseket vezettek be, melyek érzékenyek a fény minden színére és kifejlesztették a már hagyományos módszert, amelyel a stúdiófényeket használnak vöröses Wolfram lámpákkal. Ugye ez a 3200 Kelvin. Na most azóta a legtöbb filmtekercs, szűrő vagy videórendszer ezt a két szabványt használja. Tehát nappali fény 5600 Kelvin, és Wolfram ugye 3200 Kelvin. Na most a fém halogén égők. Ugye ezek olyan effektív fényforrások, melyek 5600 vagy 6000 kelvinre optimalizáltak. Tehát napfény színhőmérsékletűek. Na most a hagyományos tungcenégőkhöz képest háromszor négyszer több fénykibocsátásra képesek. Mindezt ugye egyező fogyasztáson. Na most a ledek. Kompakt, kis súlyú, kevés fényfogyasztású, törésálló, emellett hosszú élettartomú fényforrás típusok. Ugye lehetnek ezek égők, vagy például lapos panelek is. Ugye lényegében vibrálásmentes fényt produkálnak, és sokuk szabályozható a fényerősség szempontjából. Mindezt színeltolódásmentesen. mentesen. Ugye bár termelhőt ez is működése során, de kevesebbet, mint mondjuk a tungcen. Na most a Remote Phosphor LED. Ugye ez egy altipus, ahol a foszfort nem a ledre helyezik, hanem egy külön panelre és ezt a panelt a világító egység előső részébe csúsztatják. Ugye a panelek kikapcsolásával különböző színhőmérséklet állítható be. Ugye ez a típus lágy fényt hoz létre, tehát kevesebb árnyékkal, pontos a különböző színhőmérsékleteken, és fényesebb is lehet, mint az alapled. A fluorescent lighting, ugye neoncsövek, lényegében ugye sok helyütt a konvencionális neoncsövek elkerülhetetlenek. De ezek értelemszerűen alkalmatlanok a film forgatásához. Hiszen a szabványos neoncsövekből olyan fényt kapunk, aminek spektruma nem folyamatos, így sem a Wolframnak, sem a nappali megvilágításnak nem felel meg a színhőmérséklet. Ugye többféle fénycső létezik, nappali fény, hideg, fehér, meleg, fehér, stb. De ugyanakkor a napfény és a hideg szín produkáló csövekre egy kékes-zöld, kellemetlen színelcsúszás jellemző. Ugye bizonyos melegfehér típusai viszont a Tungsten sztenderdjeit közelítik. Ugye a legjelentősebb probléma akkor következik, ha többféle van belőle, ami többféle különböző színhőmérsékleten működik. Hiszen, ugye, ha mindaz összes ugyanolyan és ugyanolyan irányba torzít, akkor utó munka során még könnyű dolgunk van. Ugye a legnagyobb probléma akkor van, a különböző színelcsúszást produkálnak a különböző neoncsövek. És ez ugye egy térnek a megvilágításáért felel. Na most ebben az esetben már jóval nehezebb dolgunk van az utómunka során. Ugye nehezebb dolgunk van, mintha mondjuk mindegyik neoncső megegyező lenne, és mondjuk kicsit, de egységesen kékes zöld irányba torzít. Problémát okozhat még a villódzásuk is. Na most a kimondottan filmes neoncső, a Kino Flow, az előtéteket használ fel, és számos lámpatestet gyárt. Így elkerüli a villódzást, és például a KF55-ös csövük az napfényre kiegyensúlyozott, a KF32 pedig a Wolframra. Na most a CFL vagy kompakt fluoreszkent. Ugye ezeket a háztartási izzó kicserélésére használták elsősorban a LED elterjedése előtt. Ezekre a tipikus spirális felépítés jellemző, Ugye a melegfehértől a napfény hőmérsékletűig több változatban elérhetőek. A tungcen halogén égők, ugye egy tungcen izzó, melyet halogén gáz vesz körül, és mindezt karcüveg égővel burkolva. Ugye az égők viszonylag kicsik, a legfényesebbnek a teljesítménye az 20 kW körüli. 3200 kelvin Na most fontos típus még a plazma arc lamp, ezek lényegében borsó nagyságú pontfényforrások. Ugye kétszer hatékonyabb, mint a HMI, nincs villódzás, és az áramfelvétel is alacsony. Használják reklámoknál, zenés videóknál, valamint lassított felvételek esetén. Ugye nagyon nagy előnye, hogy mintegy 225 millió FPS-ig 100%-ban villódzásmentes. A spotlentség, lenzet spotlights, fresnels, ugye ezek leginkább irányítható fényű típusok. Fókuszált, párhuzamos sugarakat bocsátanak ki, melyek nagyobb távolság esetén és kevésbé szóródnak. Ugye a fókusz állítható, vagyis az izzót előre-hátra lehet mozgatni. Ugye ezt az izzót a reflektorhoz képes mozgatják. Vagy a lencséhez képest. És ugye ezzel állítható, hogy kemény, keskeny irányú fénysugarakat, ponthelyzet, vagy szélesebb, szórtabb, kevésbé intenzív fényt, úgynevezett flood helyzetet adjon. Úgynevezett barn doors, vagyis terelő lemez csatlakoztató hozzá. Ugye ezzel további irányítása lehetséges a fénynek, tehát úgy mond, hogy nem kívánatos helyre ne jusson el. Na most az Open Face spotlights. Ugye ez esetben az égő előtt nincs lencse. Olcsóbb, könnyebb, mint a Fresnel. Ugye ezeket legtöbb esetben kisebb filmezéseknél használják. Következő típus a Non-Focusing Light. Ugye a fénysugarak elszigetelésével autók lámpájához hasonlatos. A párlámpák különböző fix lencsékkel kaphatóak. Egyesek keskeny fénysugarakat vetítenek nagy távolságukra, míg mások szélesebb mintázattal rendelkeznek. A lágy források. Ugye diffúziós anyag felhasználásával a spotlámpák relatíve kemény fénye lágyítható. Ugye ez visszavesz a fény erősségéből és szórja azt. Tipusai az úgynevezett spun, vagy olyan áttetsző műanyaglap, mint a li, 216 wide diffusion, vagy például Rosco féle opalta thrust. Na most a különböző megvilágítás típus után fénylágyítási lehetőségekről beszéljünk. Ugye a fényforrásokat visszaverve, és vagy egy diffúziós anyagon átvilágítva lágyíthatjuk. Ugye erre az előző dia végén már utaltunk. Például falról, plaforról, fényvisszaverő lapokról. Ugye a lágy fény létrehozásának másik módja a fotós ernyő. Ez belül egy ezüst vagy fehér kialakítású. Ugye maga a világítóegység a szára van szerelve, és az ernyő belsője felé irányul. Tehát erre a fehér vagy ezüstös felületre. Ugye előnyük az összehajthatóság, így az utazásnál egy könnyebbséget jelent. Na most fontos a derítőlap. Ugye ez hasznos az árnyékok lágyítására, és a világítás kontrasztjának csökkentésére. Ugye különböző felületei vannak. Például ugye a fehér, ami ugye itt látható az ábrán, ez megőrzi lényegében a fény karakterét, ugye hasonló ehhez az ezüstös, ez már ugye erősebb derítést ad, mint a fehér, és nagyobb távolságokra is alkalmas. Ugye az arany, ezt hagyományosan kint szokás használni, ugye lássunk egy ilyen példát a gyakorlatba, Ugye ezzel a melegségét növeljük a megvilágításnak. Ugye ez pedig azért hasznos, hiszen a napfény által megvilágított árnyékok néha kékesnek tűnnek. Létezik még az áttetsző típus, ez lényegében lágyítja a fényt. Ezt ugye maga a fényforrás és a téma közé helyezzük. Na most kitűnő lehetőség az úgynevezett softbox. Ugye a lágyabb megvilágítás érdekében az izzó fényét fehér vagy ezüstös felületről verhetjük vissza. Minél nagyobb a felület, és minél távolabb van az izzótól, annál lágyabb a fény. Na most a szobbox konkrétan. Az izzót összecsukható, reflektor testbe zárja, diffúzorral a nyillása elé. Ugye ezek nagyon szép, lágy fényt biztosítanak, gyorsan felállíthatók és könnyen használhatók. Használnak még egy úgynevezett rást vagy grid, amely ugye ezen az áblán található. Ugye ez egy olyan szövet, egyfajta terelőlemez, amit tehát, ahogy látszik, maga a softbox elé tesznek, és így irányítottabbá tehető a fény. Ugye ha megnézzük például az alsó ábrát, akkor mint főfény innen érkezik, szobbok segítségével, ugye derítés, ami ennek a fényét veri vissza, tehát nyilván nem fog akkorát, mint a főfény adni. Ugye nem fog akkorát adni, tehát ugye lesz egy kontrasztarány. Ugye emellett használnak még itt nevezett kickert is. Ugye ez lényegében elkülöníti a háttértől az alanyt. Na most a következőkben színes szűrőkről lámpafolyláról beszéljünk. Ugye a fényszínének módosítására a lámpafolylákat alkalmazzák. Ezek flexibilis, áttetsző műanyagok. Ugye ezek kisebb darabban vagy nagyobb tekercsekben is elérhetők. Van például a CTU Color Temperature Orange, ugye ez sárga, narancs korrekciós folda. Ugye ez alacsonyabb színhőmérsékletet biztosít. Tehát lényegében a napfény színhőmérsékletet izzó fényre alakítva. A kék korrekciós folia az emeli a színhőmérsékletet, kékesebbé teszi a forrást. Ugye a lámpafóliák ND filterekkel vagy diffúziós anyagokkal kombináltan is elérhetők. Az úgynevezett dichroic filter egy másik módszer a színhőmérséklet emelésére. Ugye ennek típusa a tájk, amely a 3200 Kelvin izzófényét 5500 Kelvin fokos napfény színhőmérsékletűvé alakítja. Na most részben már szó volt a világítás technikákról. Most milyen klasszikus megvilágítás technikák vannak? Ugye ilyen a három pontos megvilágítás ugye áll egy úgynevezett főfényből, ugye látjuk itt az ábrán, erre a key light utal, derítőfény, ugye a derítő fény az fill light, tehát így használja az angol. És a harmadik a hátfény vagy backlight. Ugye mindegyiknek megvan a funkciója. Legfényesebb tehát a főfény, és ez adja a fő árnyékokat, valamint irányt ad a fénynek. Lehet ugye kemény, vagy lágy is. Minél keményebb, ugye, annál durvább árnyékokat kapunk. Ugye ezt legtöbbször szögben, ugye a kamerához képest, például 45 fokban használják. És ugye elég magasan ahhoz, hogy az alany orrának árnyéka ne az arcára essen. Legalábbis nem egy csúnya módon. Ugye ez a magasság egyúttal biztosítja, hogy az árnyékok, a test árnyékai a padlóra essenek, és ne a közvetlen falakra. A derítőfény a főfény által keltett árnyékok lágyítására használatos, azaz kontraszt csökkentésre. Ugye ez mindig lágyabb, mint a főfény. Ugye előállítható visszavert spotfényel, vagy kimondottan külön világító testtel is. Ha a derítőfény a kamera objektívjéhez közeli ponton elhelyezett, és vele egy szinten, akkor annak árnyékai nem lesznek láthatók a kamera számára. Ami fontos, és az ábrán is látszik, hogy a derítőfényt a főfényjel ellentétes oldalon szokás elhelyezni. Na most egy picit a hátfényről még. Ugye ennek több változata van, van hair light, rim light, edge light. Ugye ezt kellően magasan szokták elhelyezni, hogy kikerüljön a kamera látszögéből. És a főfényjel ellentétes oldalon. Ugye ez alapvetően kemény fény, tehát nem lágy, és így Súcsfényt ad, például az illető hajának. Ugye, hogyha egy színben van és oldalról érkezik, akkor kikernek hívják. Ugye ez inkább a vállakat és az arcot érinti oldalról. De ami a lényeg, hogy minden hátulról érkező fény, tehát minden, ami ebbe a csoportba tartozik, az körvonalat ad az alanynak. Tehát lényegében kiemeli a háttérből és határozottabbá teszi az alakját. Létezik úgynevezett special. Ez egy olyan fény, amely egy adott, probléma megoldására használják. Például, hogy a háttérben levő, mondjuk sötét tárgyat kiemelje. Na most fontos a felső ábra. Ugye az első esetében csak főfényt alkalmaznak, csak keylight. A B esetében már ki lett egy backlight-tal. Ugye látszik, ahogy szépen körberajzolja az illető vállát és haját. Ezáltal ugye kiemelve őt, tehát az alanyt a háttérből. Ugye a másik oldalról, mint a főfény, ellentétes irányból derítést adtunk a C esetén. Ezáltal egy kevésbé kontrasztosabb képet kapunk. Ugye a D esetén egy még kevésbé kontrasztosabb, lágyabb fényes megoldást láthatunk. Na most, hogy milyen fontos lehet a megvilágítás, arról a következő két kép a tanúságot. Ugye az első kép esetén magának a teremnek a fényét használják még a második esetben pedig egy szépen megkomponált fénybeállítást láthatunk. Ugye, ami látszik, főfény mindenképpen van, keményebb fényként ugye a hajfény, backlight, derítés ellentétes oldalról. Ugye olyan fajta derítés, ami nem meglepő, hiszen hölgyről van szó, hogy egy lágyabb kontrasztot kapjunk, és a háttér is meg van szépen világítva. Ugye ebből a példából jól látszik, hogy sok jelenetnél a világítás nem elkerülhető de gyakran minél kevesebb a forrás, annál tisztábbnak tűnik a kép. Ugye, hogyha sok-sok fényforrás van, akkor fennáll a veszélye, hogy zavaró árnyékok jelennek meg. Ugye általános tanács lehet, hogy a falaktól lehetőség szerint tartsuk távol a színészeket. Célszerűbbek például a sötét falak. Vagy akár bútorok, kellékek elhelyezése az árnyékok felosztatására. Most vegyünk pár példát. Vegyük először is ezt a telefonálós képet. Ugye itt a főfény balról érkezik, és a kameraállás pedig úgy van kialakítva, hogy inkább az árnyékos részét látjuk az arcnak. Ugye trükkös a kép, mert egy úgynevezett praktikát használnak, ami ugye megjelenik a képen ennek a lámpa formájába, és akár olybá tűnik, legalábbis semmiképpen nem feltűnő, mintha ez adná a fényt az alanyunknak. Persze természetesen ez külső megvilágítás révén van. Ugye, hogyha inkább az árnyékos fél látszik ebből a kameraállásból, ahogy arról beszéltünk, akkor az gyakorlatilag egy kevésbé lapos hatást ad. Ugye ezen a képen egy low light típusú, a főfény által tulajdonképpen egy úgynevezett rim lightot hoz létre, ami ugye kitűnően kihozza a bőr textúráit, valamint a körvonalakat. Ugye az ilyen típusú megvilágítás általában az éjjeli jeleneteknél használatos. Na most nézzük meg ezt a képet. Ugye ez egy ablakból beszűrődő fény által megvilágított jelenet. Tehát a beszűrődő fény az ablakon keresztül az az, ami adja nekünk a főfényt. És ugye napfény hatást kelt, hogy megjelenik ez a fényfolt, itt gyakorlatilag az alany mögött. Na most ennek a jelenetnek az esetén, az első körben a készítőknek, a fluoreszkent, vagy a neon fényeket kellett lekapcsolni. Ugye ebben az esetben is az előzőhöz hasonlóan ablakon bejövő fényt kapunk, ugye oldalról. Ugye itt ezt úgy oldották meg, hogy letakarták az egy részét az ablaknak, hogy egy viszonylag szűk részen érje a fény. Tehát, hogy koncentráljon erre az alanyra. Ugye erre értelemszerűen azért volt szükség, hogy hiszen a szemünk a fényesebb felületre ugrik, hogy nehogy mondjuk fényesebb legyen a háttérben valami. Ugye ebben az esetben Derítő fény, vagy mondjuk hátfény nem volt használva. Viszont egy fekete anyaggal, ugye ez nem látszik értelemszerűen a képen, megakadályozták a visszaverődő fényeket. Ugye erre azért volt szükség, hogy nehogy túl lapos legyen a kontrasztarány. Ugye ez olyan szempontból különleges eset, szóval a legtöbb esetben nem egy sötét lapot, hanem pont hogy egy reflektív felületet alkalmaznak, mert alapból túl kontrasztos a jelenet. Ugye ebben az esetben viszont túl lapos lett volna, így egy fekete felülettel megakadályozták azt. Na most ezen a képen az alany a főfény felé néz. Ugye nagyon fontos, hogy biztosítva van a szembevaló csillogás, ugye ha ez nincs egy képen, akkor úgymond halottnak, élettelennek tűnhet az alany. Ugye a fontos kiegészítés itt is az úgynevezett Practical. Ugye ilyen lámpákat, vagy például szobanövényeket gyakran alkalmaznak interjúk esetén. Ugye az utolsó kép esetén háttérbe ablak, ugye onnan jön gyakorlatilag hátfény, de hogy ne legyen sötét az alak, ezért egy főfényt is alkalmaztak. Na most végül az úgynevezett crosslightingról. Ugye mi ennek a lényege? Két világítótest, amiközül az egyik képen látható jobboldali mackósa a embernek ad. Főfényt, de egyúttal, mint látjuk, a hátfényét adja a másik uri embernek. Ugye értelemszerűen, ugye az látszik, hogy a másik világító test pedig pontosan fordítva. Tehát a másik világító test a főfényét adja a szakállas úri embernek, de hátfényt ad a másik figurának. Ugye itt is trükköznek a praktikállal, hiszen akár azt az érzést is kelteti, hogy az ő arcukon megjelenő fény az ennek a lámpának köszönhető. Ugye emellett, mint látjuk, még plusz derítést is alkalmaztak. Tehát derítő fény is megjelenik. Ebben a videóban lényegében ezeket szerettük volna elmondani. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tartsatok velünk a legközelebbi is. Sziasztok!